Jó estét kívánok! Értékelés fél időben. Az Orbán kormány első két évéről vitatkoztak a képviselők ma a parlamentben. Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes szerint az ország 2014-re erősebb és stabilabb lesz, mint a kormányváltáskor volt. Az MSZP két éves leépülésről beszél, a Jobbik szerint csak a Fidesz lett erősebb, de az ország nem. Az LMP ősbűnnek nevezte az egykulcsos adót, a KDNP viszont megvédte. Táblákat kérem, távolítsák el az ülésteremből. A teremszolgákkal vitette ki a házelnök a Fidesz vezetőit foci csapatként ábrázoló hatalmas tablóképeket az ülésteremből, amelyeket a Demokratikus Koalíció független képviselői állítottak fel. Így késéssel kezdődött az MSZP által kezdeményezett vitanap az Orbán kormány első két évéről. Úgy nem mehetett tovább, semmi sem, ahogyan 2010-ben állt. A kormány két év alatt a korábban kialakult gazdasági és belpolitikai válságot is kezelte. Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes szerint így az ország stabil és erősebb most, mint korábban volt. Az MSZP elnöke szerint viszont az elmúlt két év a leépülés időszaka volt. Leépült a jogállam, leépült a gazdaság, leépülnek a munkahelyek, leépül az oktatás, az egészségügy, a szociális rendszer. Egyszerűen minden. A Jobbik szerint az elmúlt két évben csak a Fidesz lett erősebb, az ország nem. Egy kulcsos adó, társadalmilag igazságtalan, gazdaságilag megmagyarázhatatlan, mégis ragaszkodik hozzá a miniszter úr. Új adónemek, amelyek lefejkezik a gazdaságot. A Fidesz ősbűnének nevezte az egy kulcsos adót az LMP is. A teljesen elhibázott dilettáns gazdaságpolitika miatt az elmúlt két év a rendszerváltás történetének legnagyobb megszorítási és adóemelési hullámává állt össze. A cselekvés két esztendeje volt az elmúlt két év a Fidesz frakció vezetője szerint, aki azt mondta, a stabilitást a közös teherviselés hozta meg. Hogy a tehermegosztás politikája jó, és a következő két esztendőben is ragaszkodni fogunk az igazságos tehermegosztás politikájához, a bankokat, a biztosítókat és a nagy távközlési cégeket bent tartjuk a közterviselés rendszerében. A KDNP az egykulcsos adót védte. A párt szerint ennek köszönhető, hogy 385 milliárd forinttal több maradt a családok kasszájában. Az este vendégei kormányoldalról Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnök és Aracki András a KDNP képviselője. Jó estét kívánok! Jó estét, az ellenzék kívánok. Részéről pedig Tóbiás József, az MSZP frakcióigazgatója, Volner János, a Jobbik alelnöke, és Karácsony Gergely, az LMP frakció vezetőhelyettese. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A parlamentben Navracsics Tibor kezdte, most kezdjét Kósa Lajos. Honnan, hová jutott a Fidesz kormányzás alatt az ország, egyáltalán a kormány 2010-től? 2010-ben a kormányváltáskor ugye szerte az európai közösség országában azra számítottak, hogy Görögország és Magyarország lesz az, amelyik összeomlik az Unióban. Magyarország óriási erőfeszítéssel, közös erőfeszítéssel ezt messze el tudta kerülni, miközben a görögöknek több segítséget adtak, mint a magyar külső államadóság, és nem kerülték el a lényegében a sült helyzetet. Ez egy olyan hihetetlen erőfeszítések árán megvalósuló eredmény, ami abszolút tiszteletet érdemel, és ki is vívja egyébként nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában az elismerést, persze az összes bírálattal együtt. Én azt gondolom, hogy az az út, amit közösen járunk, az 2014-ben valóban egy erősebb Magyarországhoz vezet, és főleg, hogyha megnézzük, hogy a 2010-ben egy effektív csődhelyzetben vettük át az ország irányítását, akkor azt kell mondjam, hogy a minden tiszteletet megérdemel a magyar nemzet azért az erőfeszítésért, amit eddig megtettünk. Ellenzék pedig teljes leépülésről beszél. Igen, vitatkoznék Kósa alelnök úrral, hiszen az objektív tények és számok nem azt tükrözik, ami a 2010-es kormányváltást követően akár Görögország és Magyarország viszonyában azonosságjelet mutatott volna, sőt, azt kell mondjam, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök úr Németországban elismerte, hogy az egymást követő kormányok tettek a legtöbbet Európában példanélküli módon az államháztartás helyreállításáért, és ez a Bajnai és az Orbán kormányt tekintette ennek, ezt ő mondta november 10-én. Ami pedig a leépülést illeti mind közjogi értelemben, mint pedig társadalmi, gazdasági értelme és az Európai Unióhoz való viszonyát tekintve más se látunk, csak konfliktusok sorozatát. Ma Magyarországon olyan társadalompolitika zajlik, amelyben persze mondva a középosztály erősítése a cél, és tény és való, hogy 180 milliárd forint a adójóváírás, a családi adó kedvezmény mentén kiáramlik a költségvetésből, csak ezt egy nagyon szűk réteg kapja meg. Ma a társadalom döntő többsége
elvesztette a reményét abban, hogy sikeres tud lenni ebben a hazában. Egyre több ember érzi úgy, az önök táborából is 38% éppen friss adatokat mondunk, hogy nem jó irányban mennek az országban a dolgok. A vitanapnak pont az volt a célja, hogy erre világítson rá, hogy nem elég hinni a saját maguk tévedéseiben, hanem próbáljanak meg rajta változtatni. Ehhez kínáltunk mi egy olyan adalékot, hogy a önök ígéreteivel szembesítettük ma a vitanap kapcsán mindazokat, az országgyűlési képviselőket, akik ma még a vitában is eléggé, mondjuk finoman fogalmazva, nem a valósághoz közelen, hanem a saját maguk hitéből kiindul, amit én elfogadok, hogy hogyan és miképpen látszik Magyarország, de a valóság az ezzel ellentétes. Erre mutattunk rá. Adjuk át a szót a többi ellenzéki pártnak, aztán majd témánként megpróbálunk legalábbis egy-két témán végigmenni, nekünk csak fél óránk van, nem négy, de... Azzal mindenképpen egyetértek Kósa Lajossal, hogy a magyar társadalom nagyon komoly áldozatokat hozott, és le a kalappal a magyar emberek előtt, akik még mindig valahogy kitartanak. Csak ez a vitanap, meg ez a beszélgetés is nem a magyar társadalmat értékeli, hanem a magyar kormányt. És az a probléma, hogy azok a megszorítások és azok a folyamatos adóemelések, amiket láttunk az elmúlt időszakban is, amik egyébként a jövő évtől aztán végképp meg fogják nehezíteni az emberek életét, ezt tulajdonképpen egy lyukas zsákba hordjuk. Hiába a kormánynak az egyik legfontosabb célkitűzés, hogy csökkentse az államadósságot, és ennek a célnak az érdekében egyrészt felértük a magánnyugdíjpénztári vagyonnak egy jelentős részét, majd tulajdonképpen az egészet ebben a célba beforgatták ebbe a lyukas zsákba. És a folyamatos megszorítások is, tulajdonképpen ez az értelme, és ezért van sokkal kevesebb pénz egészségügyre, oktatásra, felsőoktatásra, szociális kiadásokra, csak közben az államadósság mértéke érdemben nem tudott csökkenni, egy minimális csökkenés van, és ráadásul ezt az adósságot sokkal drágábban finanszírozzák a magyar adófizetők, azért, mert a magyar kormánynak senki nem akar pénzt adni a hitelezők közül. Tehát itt az egyik legfontosabb, ezen a vitanapon is olyan sokat emlegetett cél, hogy csökkenjen az államadósság, valóban ez egy nagyon fontos cél, ezzel mindenki egyetért, de nem csak az a kérdés, hogy ez az államadóság mekkora, hanem az, hogy hogyan tudjuk finanszírozni. Nekem van 5 millió forint hitelem a banknál, nyilván az egy fontos, hogy ez csökkenjen, de az sem mindegy, hogy 5%-os kamatot fizetek érte, vagy 10%-os kamatot. Volna János? Azt látjuk, hogy sajnos a szocialisták által megkezdett megszorító politika töretlen folytatása, ami most zajlik. A kormány a költségvetésen tátongó lyukakat azzal próbálja befoltozni, hogy új adónemeket vezet be, és a meglévő adókat emeli. Ez egy olyan út, ami egy öngerjesztő gazdasági folyamathoz vezet, hiszen egy visszafogott teljesítményű túladóztatott gazdaság értelemszerűen kisebb adóbevételt, kevesebb munkahelyet képes termelni, a kevesebb munkahely az pedig költségvetési hiány formájában is megjelenik, amit aztán a kormány úgy próbál újból és újból bepótolni és betömni ezeket a lyukakat, hogy újabb adókat vet ki és megint adót emel. Ehelyett a Jobbik megtette a szakmai javaslatait, az egykulcsos adórendszer helyett például olyan termelés támogató adórendszerre tettünk javaslatot, amely azokba az ágazatokba összpontosítja a gazdasági erőforrásokat, ott adna adókedvezményeket, ahol a legnagyobb szükség van rá, az iparban, a mezőgazdaságban és a turizmusban képzeltük ezt el, azért mert ezek azok az ágazatok, amelyek a tőkehiányos magyar gazdaságba külföldről tőkejövedelmet lennének képesek becsatornázni. Maradunk a gazdaságpolitikánál, a KDNP megvédte az egykulcsos adót. Természetesen, és azt is el kell mondani, hogy nagyon nehéz örökséget kaptunk, vagy viszünk tovább. Reméljük nem viszünk tovább, hanem megváltoztatjuk ezek a dolgokat. Egy súlyos gazdasági szerkezet és morális válság volt, és azért azt hozzá kell tenni, a Tóbiás képviselőtársam mondta, hogy a Bajnai kormányt is elismerés illeti. Valóban a Bajnai kormánynak voltak olyan lépései, amelyek nagyobb bajtól megmentették az országot, de hogy odáig eljutottunk, az előző 5-6 évnek a súlyos bajai eredményezték ezt, és hozzá kell tenni azt is, hogy a sőt helyzettől az mentette meg Magyarországot, hogy kaptunk az IMF-től megfelelő hiteleket, amely hiteleket most ennek a kormánynak kell visszafizetni. És azért különbséget tennék a gazdaságban a megszorítás meg a takarékosság között. Amikor azt mondják az ellenzékiek, hogy megszorítások vannak, ez kérem szépen takarékosság. Az államháztartási kiadásokban is jelentős megtakarítások vannak. Hozzá kell tennem azt is, hogy a megtakarításokon túl olyan szerkezet
átalakítások is elindultak, amelynek a eredményeképpen egy olcsóbb, hatékonyabb és takarékos állam fog létrejönni, amely nem úgy fog viselkedni, hogy a Karácsony képviselő is mondta, hogy üres zsákba, lehessen lyukas zsákba tegyük a pénzt, hanem egy átlátható, jobb rendszerű államháztartás lesz mögöttünk. Tehát ezek nem megszorítások, hanem átalakítások, és a takarékosságra való törekvés. Az a minta, amit mindig mondanak a magyar állampolgároknak, bezzeg Németországban, benne Svédországban, bezzeg Svédországban, bezzeg a fejlettebb államokban, azok innen indultak el. És azt látom, hogy a gazdaság filozófiának az a lényeges része, hogy nem az embereket kell terhelni ebben az adózásban, mert ez már megtörtént, ez sikertelen volt. Megnyomorította a magyar embereket. Most van egy kis fellélegzési lehetőség. Igaz, hogy az egykulcsos adórendszer nem mindenkire előnyös, de a kormány igen komoly milliárdokat tett abba a részbe, hogy kompenzálja ezeket a hátrányokat, és a legfrissebb adatok szerint az érintettek 80%-ának ez sikerült. Tehát én azt látom, hogy ha ezt az utat, ezen az úton megyünk végig, akkor egy úgymond áramvonalas magyar állam és egy fejlődőképes és egy gazdasági nyitásra, megújulásra képes magyar társadalom lesz az eredménye. Maradjunk még itt a gazdaságpolitikánál. Egy kulcsos adó, ugye a dilettáns, koncepciótlan gazdaságpolitikáról beszél az ellenzék. Mit ért el a gazdaságpolitikában két év alatt a kormány? Hát az egyik legjelentősebb eredmény, hogy valóban átstruktúráltuk az adórendszert Magyarországon, amiben egyébként az ellenzék az természetesen élesen tiltakozott. A bankok, a multinacionális cégek, a távközlési vállalatok megadóztatását élesen ellenezték. Egyébként ez nem meglepő, mert eddig még az összes vitában, ami erre vonatkozott, a szocialisták mindig a bankok pártját fogták, de lelkük rajta, ez egy teljesen legális és érvényes álláspont lehet, én szerintem nem helyes. Bankok pártját fogják? Nem. Hát a bankadó ellen, megszavaztátok a bankadót? Nem, miért? Mert a bankok... Mi vezetünk be a bankadót, Lajos, csak mondanám neked. Mi vezettük be a bankadót Magyarországon? 27 milliárd. Igen, nem vetted észre. Ja, le kellett volna és a bankok se vették észre, igaz? 27 milliárdot szerzett be ebből a költségvetés. Ehhez képest emeltetek egy 200 milliárdos csomagot, amelyet ma a magyar választópolgárok fizetnek meg. Hát ez nem egy nagy truváj. Hát ezt mondani így önmagában ne haragudj, de ez az igazi vita. Nem az a kérdés, hogy szerepet kell-e vállalni a gazdaságnak is ebben a válság kezelésében, hanem ahhoz olyan normális gazdaságpolitika kell, amelyben az érintett szereplők nem az adott évre kivetett adókat is átterhelhetetlenné kell tenni, tehát a mértékén kell vitatkozni. De a bankadó és az összes többi adónak mi az alapja? Mi az alapja? Az egykulcsos adó, amely 550 milliárdot engedett ki a költségvetésből. Szeretném mondani, hogy ha ez a gazdaságpolitika, akkor én ezt értem. Ez egy valós kiinduló pont, hogy ez a társadalom politikája a Fidesznek. Ezzel mi vitatkozunk. Hadd kérdezem, hogy mi a szisztéma, hogyha én kapok szót, akkor a szocialisták beszélnek? Akkor ez egy jó, akkor ez egy jó vissza, vita. Egy kulcsos adó. Hát én nem tudom, hogy vissza akarok-e vágni, én imádom a szocialistákat hallgatni. A prototípusai... Miért tartanak ki ez egy kulcsos adó mellett? Mondhatom. Persze. Király. A szocialisták az az ember, aki felgyújtja a házat, majd jön valaki, aki elkezdi oltani, és akkor azt szidalmazzák a legnagyobb értékben, hogy miért így oltod, miért úgy oltod, nem ilyen vödör. A helyzet a következő. A bankadót mi vezettük be, a bank különadót a szocialisták nem támogatták a parlamentben. A szocialisták a költségvetésben egy olyan javaslatot tettek, amely a személyi jövedelem adót, tehát a munkából élők adózását visszaemelte volna a korábbi szintre, ami sehova se vezetett, jelentősen meg akarták emelni a személyi jövedelem adó mértékét. Mi azt mondjuk, hogy a munkát terhelő adókat csökkentettük, bevezettünk olyan adókat, amelyek egyébként mindenki által kötelezően fizetendők, de 10 millió ember fizeti. Ugye a telefonadó azt tipikusan az adó, amit miután 10 millió mobil előfizető van az országban, azt nem tudja kikerülni senki. Szemben a jövedelemadóval, miután nagyon alacsony a foglalkoztatás és kevesen dolgoznak, ugye ott nagyon kevesen fizettek, nagyon magas adókat. És ezek nem a gazdag emberek voltak, hanem a zöme a munkavállalóknak. Ezeknek egy jelentős része egyébként az átlagbér körül keresett. Mi azt mondtuk, hogy ha igaz az, hogy a telefonszektor az OECD országokban, hogyha összehasonlítjuk, akkor Magyarországon a telefonszolgáltatás a legdrágább. Akkor az a helyzet, hogy a
A piaci verseny miatt a fogyasztási típusú telefonadót úgy is be tudjuk vezetni, hogy egyébként és látszik is, nem fog emelkedni a telefonálás díja jelentősen, és ez egy minimális adó. Az átstruktúrálás szemben azzal a politikával, amit a szocialisták meg az ellenzék képviselt, hogy brutálisan emeljük a személyi jövedelemadókat, szerintünk ez a kivezető út. Magyarországnak pont az volt a baj, hogy nagyon kevesen fizettek, nagyon sok adót. Mi azt mondjuk, hogy nagyon kevés adót fizessenek sokan, és olyan adónemeket vezetünk be, amely egyébként megköveteli a szolidaritást, mert mi azt gondoltuk, hogy ha megy a szekér, persze akkor kaszáljon mindenki, legyen meg a nyeresége mindenkinek, aki dolgozik, meg vállalat, meg tőkebefektető, de amikor meg nem megy a szekér, akkor viszont együtt csinunk, együtt nevetünk a elv alapján, őtőlük is kérjük a közterviselést, és ezt emellett ki is fogunk tartani. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy eredménye az adópolitikánknak, hogy az Európai Uniós országok összehasonlításában nálunk csökkent a legnagyobb mértékben a gyereket nevelő családok adóterhelése. Ez óriási eredmény egy fogyó népességű társadalomban. Molnár János? Abban érdemes belegondolni, hogy áthárítják-e vajon ezeket az adókat. Most ugyanis azt látjuk, hogy ha fölvet valaki mondjuk 4-5 százalékos kamatra a svájci frank hitelt, akkor az jelenleg 12-13 százalékos kamattal fizeti ugyanezt a hitelt. Tehát nem csak arról van szó, hogy pusztán az árfolyam különbséget kell lenyelnie annak a szerencsétlen hiteladósnak, hanem le kell nyelnie azt az óriási kamatkülönbséget is. És hogyha most megnézi valaki, hogy a Fidesz devizahiteles konstrukciója után vajon mi lett a bankoknak a végeredménye, mi a bankok szempontjából a végeredmény, akkor azt lehet látni, hogy egy ember miután úgymond megmentették őt a devizahitelezés csapdájából, a 2010-es állapothoz képest mondjuk 30-40 százalékkal magasabb törlesztő részletet fizet a megmentése után jelenleg, mint amit korábban fizetett. Tessék abba belegondolni, 1 százalék a svájci jegybank alapkamata. Ehhez képest Magyarországon 12-13 százalékos a svájci hitelek kamata. 12-13-szoros különbség van a között, hogy a bank mennyiért jut forráshoz, és a között, hogy mekkora kamatot vasal be a magyar ügyfelettől. Ennek a következménye az, hogy brutális módon el van szegényedve a lakosság, hogy 3,7 millió volt 2010-ben a létminimum alatt élők száma, most meg már elérte a 4 milliót idén a szociológusok számításai szerint. Lecsúszó, leszakadó, elszegényedő társadalmat eredményez ez a fajta gazdaságpolitika. Nem akarom bántani Volner képviselőt, de itt a sokszor a szezont a fazonnal összekeverte, de nem menjünk bele. De azt, hogy mennyire nagy baj volt 2010-ben, hogy amikor bevezettük a különadókat, tehát a telekommunikációt, a banki és az energetikai különadót, akkor azért emlékezzünk vissza, azt mondták az érintett gazdálkodó szervezetek, hogy igen, értik, megértik, ők is látják az ország nehéz helyzetét, átmenetileg el is tudják fogadni. Tehát ők is érzékelték, hogy ahogy az elején mondtam, az embereket nem lehet tovább terhelni, viszont van egy olyan fajta követelmény, hogy 2004 után rendezni kellett a költségvetési hiányunkat, és ebben ezek a szektorbeli szereplők úgy kell mondanom, hogy szolidárisak voltak a magyar társadalommal. Az megint más kérdés, hogy ennek volt egy másik oldala, hogy ezt ki kell vezetni, mert ez egy átmenti jellegű adóztatás volt, és erre ígéretet tettünk, és az ígéretet be is fogjuk tartani. Én úgy gondolom, hogy ebből is látszik, hogy borzasztó nehéz örökségünk volt, hogy maguk az érintettek is elfogadták, és tudomásul vették, és megértették ennek az adónak a bevezetését. A másik része a dolognak, hogy ahogy előbb Kósa Lajos képviselőtársa mondta, hogy nem csak a jólétben kell szolidárisnak lenni, hanem másik oldalon is, és ennek a kormánynak nagyon nagy eredményének tartom, hogy az adórendszeren kívül sikerült hosszú vajódás után, hosszú szakmai egyeztetés után, bankokkal történt megjegyzés után több százezer embert megmenteni a devizahadóságukon. Ez egy olyan körülmény, amit nem lehet kellően értékelni, mert azoknak az embereknek a helyébe kell lépnünk, akik örülnek, akik megmenekültek egy borzasztó terrorról. Tudom, hogy nem mindenkinek sikerült ezt elérni, de ahhoz képest, hogy a szocialisták csak egy etikai kódexet fogadtak el ebben a kérdésben, és semmiféle hathatós lépést nem tettek, ennek a kormánynak ez egy sikertörténete.
Azt az elvet komolyan veszük, amit Kossuth is mondott, hogy egy ilyen nehéz időben mindenkinek részt kell válni az adózásból, akkor az a kérdés merül föl, hogy miért olyan irányba változtatjuk meg az adórendszerünket, hogy a gazdagok kevesebbet adóznak, az alacsony jövedelműek pedig többet. De ugyanannyit adóznak. Kisebb arányban ugye, adóznak, de tehát hogyha egy nehéz helyzetben van az ország... Ne keverjük össze a progresszív adózást az egyenes adózással. Aki többet keres, az arányosan többet adózik. Persze, igaz, a mi adórendszerünk szerint is. Csak nem lehet, hogy van az, hogy Magyarországon túl 100 forint jövedem után 16 forintot adózok, 1000 után 160, tehát többet adózok. Bocsánat, részben kérted is, hogy ne szóljon közbe, úgyhogy én is hagyd mondjam el. Tehát én azt gondolom, hogy ez pontosan ez az érv szól az egykulcsos adórendszer ellen. És itt vegyünk különböző dolgokat, az LMP például nem a különadókat támadta, és még nem is az családi adókedvezményeket, hanem a rendszer egykulcsos jellegét. Azokat a családi adókedvezményeket, amikre hivatkoztok, amik miatt például a családoknak az adóterhelése csökken, azt be lehetett volna vezetni egy progresszív adórendszer mellett is. Vagy nézzük meg, hogy milyen más területeken csökkentek még az adót. Csökkent például a nyereséges gazdasági vállalkozásoknak a társasági adója, amiközben pontosan tudjuk, hogy a magyar kis és középvállalkozásoknak a nagy részeinek nincsen nyeresége. 500 millió forintig csökkent csak. A felett nem csökkent. Igen, csak a legtöbb magyar vállalkozás az fél évre van ettől, hogy ezzel az adókedvezményt, ez a könnyítés, hogy bármi jelentsen az életében. Vagy csökkent például a tőkejövedelmeknek az adója. Ma valakinek berakja a pénzt a bankba, ugyanannyit kell adóznia a tőkejövedelme után, mint a személy jövedelme után. Ezeket támadtuk, nem az adórendszer változtatásainak az egészét. Úgyhogy itt ezt egy fontos dolgot le kell újra elmondanom, hogy a családi adókedvezmény és a rendszer egy kulcsos jellegének semmi köze egymáshoz. Családi adókedvezményeket a gyermekvállalás érdekében egyébként lehetne bármilyen adórendszerben érvényesíteni. Más kérdés, hogy a családi adókedvezményt is csak akkor tudja valaki maximálisan kihasználni, ha nagyon sokat keres, miközben a családi pótlék, amit minden családhoz eljutna, az pedig nem növekszik, és így tulajdonképpen az alacsony jövedelmű családosak tulajdonképpen ennek a változásnak nem váltak a haszonélvezőivé. Csak azt szeretném mondani, hogy már 2010-ben is a magyar társadalom munkajövedelemmel rendelkező rétegének 80%-a egy kulcsban fizetett, a fennmaradó 20% fizetett egy magasabb adókulcsban. Most az történik, tisztelt kormánypárti képviselőtársam, hogy ez a 80% fizeti meg annak a 20%-nak a kedvezményét. Ennyi történik, tehát erre lehetnek büszkék. Mert ez az 550 milliárd. Ezt nevezhetik úgy, hogy ez igazságos, meg ez igazságos közteherviselés. Hozzáteszem, Kósa úr teljesen rendben van, elfogadom, amit mond, most mondta ki a valóságot. Sok kicsi adót teszünk rá az emberek, hogy ne tűnjön föl. Ennyi történik. Mind a bankadó, mind a telekommunikációs adó, a biztosítási adó, a tranzakciós adó, amely éppen ma látott napvilágot, hogy most már nem is a dupláját kell beszedni, szeretném mondani, bérkompenzációról beszélnek, hogy kiigazítják. Nincs olyan ország, ahol egy egészséges adórendszer, amely illeszkedik a magyar társadalom munka és gazdasági szerkezetéhez, amely kompenzációra szorul. Önök az elmúlt két évben más se tettek, csak állandóan bérkompenzációkat, meg bérkommandókat küldenek mindenkire, egy lefagyott gazdaságba akarják ezt megoldani. Azt értsék meg. Önök döntése következtében nincs Magyarországra beáramló működő tőke, európai fejlesztési források azok vannak, amelyek még 2010-től indultak el Magyarországon, ez nem kormányok kérdése, önök leállították ezt. Szeretném megkérdezni, hogy lehet, hogy önök 500 millióra emelték a hazai kis- és középvállalkozásoknak a alacsony kulcsban történő adózását. Ez lehet. Nem szeretném. Ez biztos. Így van. Az a másik kérdés, az, hogy meg kell nézni, hogy mennyi pénz áramlott be ebből. Sokkal kevesebb. Több tízezer cég szűnt meg csak az elmúlt egy évben Magyarországon. Ne mondja nekem, hogy attól lett, mert a nemzetközi gazdasági válság. Ennek van köze a hazai gazdaságpolitikához. Ez az egyik vita téma. Hogy ez a történet, ami ma itt ma van, ez az unortodoxnak nevezett gazdaságpolitika, ez nem úgy 2014-re sikerrel kecsegtet, hanem ez azt hozza magával, hogy végérvényesen sereghajtóivá válunk az európai gazdasági közösség. Mit hoz magával? Milyen lesz a következő két év? Muszáj válaszolnom arra, tehát ez a vitavezetés, ez így nem fog menni egyébként. Nem tudom, ki gondolta azt ki, hogy így öten értelmesen tudunk fél órában vitatkozni az elmúlt két évről, de ennek vannak viszont megpróbálták, ennek mi nagyon örülünk. Egy témáról, most csak a gazdaságot. Persze. A helyzet az, hogy talán
csinálunk még szívesen még, több témában is, ha bejön. Még emlékszik Tóbiás József úr, amikor Mesterházi Attila vezette az áfa kommandókat, ugye? Mikor kampányidőszak volt, akkor csökkentették 2%-kal az áfát, utána visszaemelték, és akkor a Mesterházi Attila lelkes MSZP-s aktivistákkal járta áfa kommandóként az országot, hogy a kiskereskedők vajon, akik egyébként szabad ármegállapítási joggal rendelkeznek, tehát nem lehet nekik mit mondani, azok csökkentik-e az árat, vagy sem. Hozzáteszem, hogy de én emlékszem rá, amikor járták, az is kiskereskedelem egyébként, hogy van a nagykereskedelem, meg a kiskereskedelem, tudja? Tudom különbséget, igen. Jó, mert a nagyáruház is, hogyha azt mondom, az is csak az, igen. Igen, de a kisboltokat is járták, mindegy. Akkor az egy jó árkommandó volt, mert a szocialisták csinálták, ez egy rossz árkommandó, vagy rossz bérkommandó, mert mi az emberek érdekében ellenőriztük, hogy egyébként tudunk-e rajtuk segíteni, ez meg rossz. Egyébként ez egy nagyon fontos kérdés, azért is hozom fel, ami igazán elviselhetetlen ebben az egész vitában, az az elképesztő kettős mérce, amit mindig alkalmaznak ezzel kapcsolatban. Szocialista kommandó jó, fideszes kommandó rossz. Hát ezt sose értettem, hogy hogy lehet így nézni a világot ilyen elképesztő kettős mércével. Mert nézzük csak meg, hát a deviza hitelesek problémát azért konkrétan kiokozta. Tehát mi kergettük be az embereket a deviza hitelbe? Nem. Ki? Nem emlékszik rá, álltam. Hogy Medgyessy Péter, képzelje az Debrecen város miből vette fel a hiteleit? Ott álltunk fegyverrel a Debrecenváros polgármestere fejénél, hogy már pedig vegye föl a svájci frank alapú hitelét. Nem. Hát, és mennyie van, ne haragudjon, polgármester úr? Mennyi hitele van a városnak, amit ön vett föl? Durván a költségvetési főösszegnek a 26%-a. És mi Tóbiásról. Nem. Hát akkor... ennél lényegesen cinikusabbak. Fogták magukat, és az önkormányzatoktól 2002-ben elvettek 250 milliárd forint finanszírozást, de kötelezték egyébként, hogy az önök által kialkudott bért fizesse ki az önkormányzat, továbbá a végtelenségig kiszállították az egész rendszert, majd azt mondták, hogy miután ők megpróbáltak élni és a kötelezettségnek eleget tenni, azt mondták, hogy na most meg akkor tivetők egymások, de a lakossági devizahitelt azt ugye azért okozták, mert 2002-ben még azt mondták, hogy a Fidesz által bevezetett kedvezményes lakáskölcsönrendszer tovább viszik, a szocialista illetékesek jól felmorkolták még személy szerint az ennek a rendszernek az előnyéből fakadó nagy összegű hiteleket, majd ezt benöntötték, és azt mondták, hogy adósodjatok el svájci frankba. És amikor ez megtörtént, mert felejtettek szólni, hogy egy képtelenségen alapul az, hogy a svájci frankot bevállalják, mert nem lehetett azt sohasem feltételezni, hogy ilyen alacsony marad a svájci frank árfolyam, mert a magyar gazdaság majd tartósan 20 éven keresztül jobban fog növekedni, meg jobban működik ott a svájci gazdaság. Ez képtelenség. Aztán ezt a helyzetet előidézték, majd utána közölték, hogy a Fidesz meg nem menti meg őket. Tiszta hajdén, miközben egyébként mindent megtettünk annak érdekében, hogy könnyítsünk az emberek terhén, és egyébként én óriásinak tartom azt, hogy a különböző eszközökkel keresztül több százezer magyar család tudott kimenekülni ebből a szorító helyzetből, ami a létüket fenyegette. Én azt látom, hogy itt egy közös felelőssége van az MSZP-nek és a Fidesznek, illetve az elmúlt 20 év politikájának. A szocialisták előállították azt a helyzetet, amit a devizahitelezés jelent Magyarországon, a Fidesz pedig elkezdett totojázni. Ha megnézik, hogy hány forinton állt a svájci frank árfolyama 2010 áprilisában, májusában 185 forint körül volt. Mi akkor azt javasoltuk, hogy mentsék ki lehetőség szerint minél hamarabb a devizahiteleseket ebből, azért mert a gazdasági válság következtében tartalékdevizaként, menekülő devizaként fogják majd a befektetők használni a svájci frank. Nem történt meg, 240-250 forint köré kúszott az árfolyam, ez viszont már a Fidesz felelőssége. Én ezért mondom, hogy az urak itt mutogathatnak egymásra, egy kétségtelen, hogyha akkor a szakmai javaslatainkat megfogadják, időben hozzányúlnak a probléma rendezéséhez, akkor, hogyha megnézzük, hogy mennyibe kerül most a devizahiteles mentőcsomag, 900 milliárd forinttal lettünk volna beljebb. 900 milliárd forinttal. Maradsz ki, nagyon röviden. Én csak annyit várom, hogy Karácsony képviselő reagáljon, mert én tudom, hogy mit mondott erre az LMP, amivel adnak idején, én egyet is értettem, még mindannyian egyet értettünk, és ezért nem lehetett 2010-ben hozzányúlni a devizahiteleshez olyan formán, hogy a Jobbik javasolta.
Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, és azt gondolom, hogy ez nagyon kevés időnk van, hogy ezt megbeszéljük. Az biztos, hogy most már tényleg kevés konkrétan semmennyi. Az első a forint átmérőjének az első döfést maga Kósa Lajos adta, amikor görög családáról értekezett, és azt a párhuzamot, amivel kezdte a beszélgetést a magyar és a görög gazdaság között, azt egy konferencián elmondta. Az volt a meglepő, hogy 10 év után először, aki elmondta, hogy ténylegesen mi a helyzet. Azon döbbent meg mindenki egyébként, mert nem mondtam más, mint azt, hogy hihetetlen erőfeszítésekre van szükség azért, hogy elkerüljünk abból a helyzetből, amivel a szocialisták kergettek minket. Ezt mondtam szó szerint. Azonos gazdasági válságjegyek vannak, mint Görögországban. Ez akkor konkrétan ez volt a helyzet. Nem ez volt a helyzet, ez az, ami nem igaz. És 2 forint 30 fillérrel romlott egyébként az árfolyam, összesen 3 napig. Ennél már fordabb helyzeteket is megértünk. De az kétségtelen, hogy a szocialisták 8 év kormányzás után egészen szokottan volt, hogy valaki őszintén beszél. Én csak egy dolgot szeretnék feltenni, ha jól értem, a mai vitanap az az Orbán kormány 2 évéről szólt, és ezt éreztük a parlamentben is, hogy amúgy 8 év kormányzás után egy párt, amely ellenzékben van, és értelemszerűen a választások elvesztésében benne van az, hogy valamit nem jól csinált, majd jön egy kormány, akinek eltelik már a kormányzásának a fele, és még most is csak az az egy mantrája van, hogy az elmúlt 8 évben mi zajlott, akkor az azt jelenti, hogy a saját maguk alkalmasságáról mondanak egy bizonyítványt. Mi 8 év alatt nem tudtunk annyi hibát elkövetni, mint önök 2 év alatt. Egyáltalán nem erről van szó. Rendkívül sok nagy szörödményt elértünk közösen, csak fél óra nem alkalmas erre. De én például óriási jelentőségnek tartom azt, hogy a magyar nemzet egyesítése, újra összefogása kapcsán a kettős állampolgárság intézményét bevezettük, és egyébként a magyar állampolgárok száma több százezerre bővült. Óriási sikertörténet. Ennek az adminisztrációs megszervezése, az egész ügy. Óriási sikernek tartom azt, hogy hosszú idő után, egészben 48 után először van egy olyan alkotmánya az országnak, amely egyébként a legmodernebb elveket fogalmazza meg, nagyon olyan dolgokat mond ki például, mint a biológiai diverzitás, ami ebben az értelemben unikális. Olyan dolgot fogalmaz meg, mint például az a követelmény, hogy az ország eladósodásának alkotmányos erővel szabjunk határt, és állítsunk meg. Olyan az Európai Emberjogi Alapkarta összes deklarációját tartalmazza, és most van először az országnak olyan írott alkotmánya, alaptörvénye, ami egy vitathatatlanul demokratikusan választott parlament által megszavazott alaptörvény. Óriás eredmény. Az az igazság, hogy egy sor ilyenről lehetne beszélni, de fél óra alatt? Most már nem. Ennyi időnk van, sajnos le kell zárjam a vitát, a beszélgetést. Én azért nagyon köszönöm, hogy itt voltak, és sikerült összehozni ezt az összeheti vitát, meg ebben a fél órában is. Folytatjuk azt a jó szokást. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen.